Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Fészpapi, Fészpapi, hát köszöntelek titeket úrét a csatornán, és köszöntelek benneteket a Leteszem a cigit második részében, és egyben befejező részében. Augusztusában engedtem ki egy videót, ami arról szólt, hogy már nagyon régóta gondolkozom azon, hogy le kéne tenni a cigit, meg szeretném, de mégsem nem ugyanak a dolgok. Aztán közben belefutottam a Leteszem a cigit nevezetű dologba a dohányboltokban, és utána járni, hogy ez mégis mi lehet, hogy ők tényleg itt most milyen segítséget tudnak adni, meg ki tud adni egyáltalán, meg hogy van, mint van ez az egész dolog, ami kötelezően minden dohányboltba ki van rakva, hogy hív fel a telefonszámot, és akkor szokjon le most, meg minden ilyesmi. És mi hát engem is érintett a dolog, ezért gondoltam, hogy utána járok a dolognak. A videó ezt hivatott egyrészt, itt megbeszélnénk ezt, hogy utána jártam is, hogy mi van, hogy van. Augusztus óta megbeszélnénk azt, hogy én hogy állok a dohányzással, és hogy igazából mi miatt állok ott, ahol, vagy nem állok ott, ahol állok, ez majd így ki fog derülni. Na, úgyhogy ezeket szeretném, hogy egy kicsit tisztába tennénk, és átmennénk itt a dolgokon, és akkor el is kezdjük a videót. Na szóval, az előző videóban itt a Leteszem a cigit honlapnak mentünk neki, átnéztük a dolgokat, itt találtunk elérhetőséget, ugyebár hogy ahol lehet jelentkezni, aki leszeretne szokni, és ez meg is történt, én felhívtam a telefonszámot, és megadtam az adataimat, és azt beszéltük, hogy akkor innen folytatjuk a dolgot, ez volt augusztusban, hát most már azóta eltelt egy pár hónap, de ettől függetlenül sajnálom, hogyha valaki hamarabb várta a folytatást, nem minden megy abban a sebességben, amilyen sebességben én szeretném, hogy menjen. Szóval, végül is itt megkerestek, egy hölgy felhívott, beszéltem vele kétszer, én harmadjára már nem tartottam igényt igazából a közös beszélgetéseinkre, megkaptam azokat a válaszokat, amikre én kíváncsi voltam, és ezeket szeretném átadni nektek, hogyha valaki ténylegesen, tegyük fel, e felé szeretne fordulni, akkor tudja azt, hogy miről van szó, vagy mivel találkozik. Azért is foglalkozok például ilyesmivel, mert az én ismeretségi körömben is több olyan ember van, aki alapvetően nehezen telefonál, nehezen hív fel idegeneket, vagy bármi ilyesmit, vagy ráadásul, hogyha úgy érzi, hogy az kellemetlennek érzi magát a témát, akár a dohányzás, most ez lehet dohányzás, betegség, lelki probléma, bár most nagyon sok ember igenis nehezen emeli fel a kagylót, nehezen nyomja meg azt a hívás gombot, és nagyon nehezen szólal meg, hogy teszi fel ténylegesen azokat a kérdéseket, amire ő kíváncsi, és én meg nem ez a fajta vagyok, úgyhogy gondoltam, hogy ennek is kicsit járjunk utána. Mint kiderült, az Országos Dohányzás Leszokás Támogató Módszertani Központ, ők az, akikhez igazából én jelentkeztem, itt szakképzett emberek vannak, egy szakképzett hölgy hívott fel, mint kiderült, egyfajta ilyen pszichológiai segítségnyújtás folyik, és erről is beszéltünk, hogy na hát most akkor emögött mi van, hát az állam van mögötte, tehát ez egy állami dolog, és jelenleg a Covid helyzetből kifolyólag is, amennyire jól emlékszem, tehát igazából egy ilyen 10 alkalmas beszélgetés van benne ebbe a kvázi csomagba, és itt így segítenek igazából kérdésekkel, meg olyan alapvető általuk kidolgozott dolgokkal, ami valakinek segít. Én igazából ezekre voltam kíváncsi, ezt így megtudtam, nekem így rögtön úgy kezdte volna a hölgy, hogy minden nap válaszolják meg kérdéseket, azzal a dohányzással kapcsolatban, amiből már rögtön láttam azt, hogy ez egyetemben kezdik azzal, hogy próbálják felnyitni az embereknek a szemét, hogy ténylegesen lássák azt, hogy miről van szó, hogy itt ő most mire megy el az egészsége, meg mennyi, meg minek, meg hogy. És közben természetesen még az egész zajlott, nekem is nagyon sokat járt az agyam, és
Aztán utána ezt úgy ott hagytam ezt a dolgot, és megmondom őszintén, azért nem is csináltam belőle a videót, mert nem tudtam hova tenni magamban ezeket ezt az egészet. És ez egy olyan dolog, amit úgy gondolom, hogy hagyni kell az embernek leülepedni, lecsillapodni magába, hogy a lényeg az a pohár alján maradjon, és a sallang az pedig fent felette legyen, lebegjem, és így ki tud szűrni a lényeget. Legalábbis nálam ez egy kicsit működött, és próbáltam átgondolni ezt az egészet itt a hónapok alatt. És végül egyébként el fogom mondani, hogy nekem mi segített. Nagyon sokan írtatok az előző videó alatt olyanok, akik már leszoktak a dohányzásról, vagy szívek, tehát tényleg nagyon sok üzenet jött itt leteszem a cigit, majd odafent a sarokba felteszem, jó? És akkor aki nem látta az előző részt, az meg tudja nézni, hogy miről van szó. Meg ott a komment szekciót el tudjátok olvasni. Nagyon kedvesek vagytok, mint mindig, ahogy szoktátok, és egyébként nagyon segítőkészek. És el is olvasgattam itt a kommenteket. Viszont tényleg ez egy nagyon fontos momentum ennek az egész dohányzásról való leszokásnak, hogy minden ember más és más. És ez így igaz, ez egy fontos része, mert nem mindenkinek ugyanaz és ugyanúgy segít, ugyebár nem mindenkit ugyanaz, nem mindenki ugyanazért azokért kezdi el, de bármi másra az életünkben, ugyebár mindenkinek más a fontossági sorrendje, vagy másabbak az elvi nézőpontjai, szóval tehát nem lehet ráhúzni azt, hogy tegyük fel, biztos hallottatok már róla, van egy ilyen általános pszichológiai változásokkal kapcsolatos idő, egy ilyen 21 nap, ami arról szól, hogyha valamin változtatni akarsz egy szokásodon, akkor 21 napig bírd ki, addig csináld másképp, és 21 nap alatt az agy igazából megváltozik ez a szokás, vagy ezt fölveszed, vagy elhagyod, hogyha nem. Tehát, hogy körülbelül ez egy ilyen általános. Természetesen ez valakinek lehet több idő, lehet kevesebb idő, meg azért ez a dologtól is függ. Tehát nem csak attól, hogy valaki nagyon megszokás embere, valaki meg kevésbé. Na mindegy, summa summarum, a lényeg az, hogy most már egy ideje nem dohányzom, és nem egy napja, de nem is kettő, és még azért az út az még folytatódik, és csinálom. Szívesen mondanám azt, hogy ez az országos dohányzás leszokás támogató módszertani központ által lett így, de nem így van. Nálam is más segített. Én kitaláltam egy taktikát erre, hogy hogyan oldjam meg a saját részről, és nekem ez működik. Nálam azt vetettem be azt a dolgot, hogy alapvetően ugye már nagyon sokba kerül egy rész a cigi, ez egy fontos momentuma azért, és hát mindenki mondja, jó, de hát az egészségünket se felejtsük el, és ez is nagyon fontos, ez így van. Viszont nem feltétlenül sem a pénz, sem az embernek a saját egészsége nem feltétlenül egyébként kellő motiváció, legalábbis nekem nem feltétlenül volt az, a egyik sem, ahhoz, hogy ezt ténylegesen komolyan vegyem és úgy csináljam. El is mondom, miért. Például a fáj a fogad, és nem mész el ugye a saját egészséget, nem mész el rögtön orvoshoz. Valamikor tényleg már csak akkor mész, amikor már elviselhetetlen a fájdalom, és éppen ezért is nagyon sokan például csak akkor szoknak le a cigiről, és mikor kiderül, hogy valamilyen betegségük van, vagy valami olyasmi, hogy megijednek, tehát amikor már rájutnak egy olyan pontra. És nekem, én azt találtam ki, vagy úgy vagyok vele, hogy elővettem az életemből olyan momentumokat, amik úgy gondolom, hogy az életem talán legnehezebb, egyik legnehezebb részei voltak, és meg amikor elveszítettem olyan embereket, akiket nagyon szerettem, és én ezt a fajta, amit akkor megélt kis hiányérzetet, fájdalmat, stb. Ezt használtam föl arra, hogy arra gondoltam bele, hogy ha akkor, azokban az időkben ezeket az ember kibírta, és túlélte, és megoldottam, és tovább tudott élni, és utána újra boldog lenni, és nem csak esetleg a megboldogultra, vagy bárki olyasmire, tehát, vagy bármi olyan rossz dologra gondolva tovább élni, akkor ahhoz képest ez már semmi.
Szóval amikor ennek a hiányát érzi az ember, ezt is fogjam fel úgy, hogy igenis el kell viselni, és tovább kell lépni, és remélem, hogy érthető, amit mondani akarok ezzel. Nekem ez segített. Tehát, igazából kilátásba tettem egy fájdalmasabb, egy nehezebb, egy rosszabb dolgot, ami volt, megtörtént az életemben, és mivel, hogy ezen már túl vagyok, és ebből én tanulva, és ebből okulva, és visszagondolva, hogy akkor mit éreztem, és hogy ezen hogy gördültem, vagy hogy gördültem át, vagy mentem át ezen a dolgon, és hogy vagyok ott, ahol, nekem ez segített. De ez emberfüggő. És ettől függetlenül, ami a nagyon-nagyon nagy igazság, tök mindegy, milyen módszert ki miért használ a leszokásra, ez az enyém. Tehát ez az én módszerem, ezt én magamnak, az én életemmel kapcsolatban nem amúgy sem vagyok egy hétköznapi gondolkodású ember, tehát nekem azért nem is feltétlenül használnak úgy azok a dolgok. Nekem ez segített, de valakinek más segít. Viszont ez tény is való, hogy a legfontosabb, ezt sokan megírtátok is, és igazatok van, hogy a döntés. Amíg az ember ezt nem hozza meg a döntést, hogy már pedig ezt így akarja, akkor addig megoldások sem lesznek rá, hogy oldja meg, amíg nincsen meg az a döntés. Tehát ez innen indul ki a dolog. Ehhez viszont is ehhez kell az idő, úgy gondolom, hogy oké, hogy megszületik az ötlet, meg szeretnéd, de azért egy valami dolog. Én 26 évig dohányoztam, amit természetesen most már semmit nem biztos, hogy sajnálod, vagy így van, úgy van. 26 évig dohányoztam, és 26 év után igazából saját gondolatból indultam el ezen az egészen, nem egyik napról a másikra, és még most is tart a leszokás része, mert azért ez nem egy pár hetes dolog, de ettől függetlenül itt vagyok és csinálom, úgyhogy, és azt szeretnék egy kis úgyhogy tudok ezzel segíteni akár csak egy embernek, aki ezen otthon ülsz és gondolkozol már régóta, hogy meg szeretnél, tehát szeretsz cigizni, szeretsz dohányozni, de mégis érzed, hogy ez egy békjó. Mégis érzed azt, hogy egyrészt nincs is nagyon rá pénzed. Azért ezt veszük észre legtöbbször azért az életünkben, nem, hogy elmegy egy hónapba 30, 40, 50, 60, 70, 80 ezer forintot cigire. De nem beszélve arról, hogy érzed azt, hogy zavar a szag a ruháidon. Nekem is sokat rontott a fogsoromon ez az egész dolog, amit valamit már vissza se tud hozni az ember. Na mindegy, szuma szummárom is, hogyha csak egy ember és ebből tud erőt meríteni, és gondolkozol ezen, akkor tudom ajánlani azt tényleg, hogy tényleg csak egy kicsit ne erőltesd magad, hanem azt ajánlom, hogy gondold át, vedd tényleg számításba, hogy mik azok a dolgok, amik fontosak ezzel kapcsolatban, hogy ha dohányzás nincs az életedben, akkor mennyit emel az a te életminőségeden, vagy mennyit emel ezen az egészen, és mindenféleképpen megéri, és támogatlak ebbe, hogyha így van, így vagy vele, és ha nekem is tudják az ismerőseim, akik körülöttem vannak, én tényleg erős dohányos voltam, és szerettem is dohányozni, és most is eszembe jut is sokszor, hogy rágyújtanék egyébként, de nekem ez a technika nagyon segít abban, hogy oké, de kibírom. És igazából napról napra egyre jobban arra jövök rá, hogy nem kell, nincs szükségem rá az életembe, és hogy jól vagyok így, sőt, sokkal, de sokkal jobban vagyok így, szóval na. Leteszem a cigit, a telefonbeszélgetéseket felvettem, ezeket nem szeretném bemutatni igazából, mert ti ebből nem okulnátok, akit érdekel, az tényleg fel tudja hívni, és akkor tudtak egy nagyon kedves pszichológussal beszélgetni, ki fog segíteni, ami az ő kereteinken belül, meg hát személyiségjogok miatt is nem akartam ezt most, hogy ezt így sem a hölgy, sem az én dolgai miatt. Ettől függetlenül remélem, hogy elhisztek nekem, hogy ez így történt, és ennyi. Szóval remélem, hogy hasonszörűek vagytok még egy páran, és ha még nem indultatok el ezen az úton, hogy letegyetek a cigit, akkor leteszitek. Ez tényleg egy olyan dolog, amit el kell engedni, és én tudom, hogy nehéz, na. Tudom, hogy nehéz, de meg lehet csinálni. Úgy gondolom, hogy ha én megcsinálom, akkor bárki képes rá. Főzni bárki tud, nem? Na, srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönöm a sok pozitív visszajelzést itt ezzel kapcsolatban. Jövünk legközelebb, és toljuk tovább a videókat. Szevasztok, ciao, 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 ciao. Ciao.